Kedves nézőink, köszöntjük szeretettel Önöket, és ugyanakkor szeretnénk az örömünket is kifejezni, hogy velünk tartanak ezen a délelőttön. Egy nyugalmas, áldott délelőtt ez a mai, és különleges lehetőség számunkra az, hogy Isten igéjére fordíthatjuk a mi figyelmünket, hogy annak szentelhetjük azt a délelőtti időt. A kívánságom az, hogy a Jóisten ezen a délelőttön is áldjon meg bennünket egy különleges üzenettel, amely ami lelkünket, ami reménységünket felemeli ezekkel az árnyékokkal tarkított, behomályosított helyzetből, és felemeli tekintetünket Jézus Krisztus felé. Semmi sem remény kell több, mint arra gondolni, hogy Jézus Krisztus ígérete szerint visszatér, és akkor egy teljesen más világot fog létrehozni, amelyben mentesek leszünk mindattól, ami most a bűnnek a következményeként annyi szenvedést, annyi test és lelki fájdalmat okoz. Úgyhogy meghívom Önöket, hogy hajtsuk meg fejünket egy imában, kérjük Isten vezetését ahhoz, ami előttünk áll, és imádkozzunk azért, hogy ezek az ígék, ami számunkra tiszták, világosak legyenek, megértsük az üzenetet, megjegyezzük, és tegyük azt, mint alapelvet, szilárd alapot hétköznapi életünk alapjává. Imádkozzunk! Jó Atyánk, a mennyekben megköszönjük neked a tanulmányozásnak, az igéből való táplálkozásnak ezt az előjogát, amelyet ma is biztosítottál számunkra. Megkérünk, hogy bennünket tégy éberekké, figyelmesekké, és segíts, hogy mindazt, ami elhangzik, és ami kibontakozik szemeink előtt, elménk előtt, az legyen számunkra érthető, világos, szívünkben eresszen gyökeret, és teremje meg a tiszta, krisztusi életnek jó gyümölcseit neved dicsőségére. Kérünk, hogy a te szent lelked ihlesse az elhangzó szavakat, az elménket a megértésben, és vezessen el bennünket minden igazságra, s minden igazságnak kiélésére, az Úr Jézus nevében, s az ő ígérete alapján kértük ezeket. Amen. Thank you.
Az első századokban a keresztények nehéz időket éltek át. Nem csoda, hogy sokan közülük meg voltak győződve arról, hogy ez már a vég ideje. Ugyanis Jézus Krisztus nemrégen itt hagyta őket, különböző nehézségek, különböző megpróbáltatások nehezettek rájuk. És volt még két olyan dolog, ami bennük azt a benyomást keltette, hogy különlegesen közel van a visszajövetel ígéretének a beteljesedése. És ez a két dolog, ami ezt nekik sugallta akkor abban a környezetben, abban a történelmi kontextusban, a következők voltak. Egyrészt az evangélium terjed az egész földön. Hát Jézus Krisztus maga megígérte azt Máté 24:14-ben, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész földön, és akkor jön el a vég. Hát az akkor ismert világba, ha megnézzük a térképet, megnézzük Pál apostol utazásait, az apostolok különböző missziós útjait, elmondhatjuk túlzás nélkül, hogy az akkori keleti ember számára ismert világnak minden sarkába eljutott az evangélium. És arra számítottak, hogy ez előkészíti Jézus eljövetelét. A másik dolog, ami teljesedett, az az üldözés volt, az a rengeteg szenvedés és üldözés, ami rájuk nehezedett különösen a római birodalom keze alatt. A pogány római üldözők keze alatt, később pedig a keresztény Róma keze alatt, de ez már jóval később volt. Éppen ezért úgy gondolták, hogy itt már közel van Jézus Krisztus eljövetele. Azonban volt még sok olyan dolog, amiről úgy olvastuk már a Dániel könyve kapcsán is, például a 12. fejezet erről beszél, hogy voltak bizonyos bepecsételt dolgok, amiket Isten későbbre tartogatott a történelem későbbi szakaszaira, amelyeket majd később ismernek meg, és nagyobb lesz a tudás. Ezeket még nem ismerték, még nem tudták, hogy mikor fog teljesedni, azonban volt Jézus Krisztusnak egy ígérete, ami különleges reményt, különleges bátorságot öntött az ő szíveikbe, és szeretnénk ebből a krisztusi ígéretből kiindulva vizsgálódni, folytatva az már elkezdett témáknak a különböző részleteit a ma délelőtti órában. János evangélium a 14. fejezetében az első három vers egy olyan ígéretet tartalmaz, amit nagyon sok bibliai ismerő ember, biblia olvasó ember szerintem fejből is tud. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Micsoda szavak, ne nyugtalankodjatok. Hát mennyi nyugtalanság keríti hatalmába az embert manapság? Ott van például ez a járvány, ami az egész világot letaglózza, az az úgynevezett, sokat emlegetett koronavírus. Már annyit halljuk mindenhol, mindenféle kontextusban ezt a kifejezést, hogy név szerint már az óvodás gyermekek is ismerik ezt a vírust, ha a sok század, sok ezret, ami létezik a járványtani könyvekben nem is, ezt az egyet biztosan ismeri minden mai óvodás. És ebből adódik a járvánnyal kapcsolatos sok félsz. Vajon elkapom, nem kapom, ha az ember tüsszent, vagy egy kicsit rosszabbul érzi magát, mint tegnap, vajon elkaptam-e? Vagy ha meghalljuk, hogy valaki elkapta az ismerőseink közül, vajon nem-e adta át nekem? Ha esetleg valaki rosszul érzi magát, vajon milyen ez a betegség, mit hoz nekem, mennyire lesz rossz, milyen szövődmények maradnak utána, és ezt nem tudományosan teszi fel senki ezeket a kérdéseket, hanem átélés tapasztalatképpen vajon hogyan fogom ezt átvészelni? Vagy ott vannak a járvánnyal jövő úgynevezett járulékos problémák, szociális problémák, az emberek egyedül maradnak, a karantén miatti hosszas otthonülés, az emberek magaviseletére, az emberek gondolkozás módjára, lelki világára is kihatással van, és ebből sok magaviseleti, kapcsolati probléma adódhat, amelyeket meg kell tanulni kezelni, és elsősorban mindenki tanulja meg azt, hogy nem a másikat kell kezelnie, elsősorban magunkat kell megtanulni kezelni. Azon kívül egészségügyi problémák. Vajon lesz-e mit ennünk? Meddig tart ez a karantén, a kijárási tilalom? Mit fogunk enni? Hova fog a gazdaság jutni? Lesz-e még munkahelyem, miután lejár ez az egész? És azt mondja Jézus Krisztus, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Könnyű mondani, gondolja valaki, hát Jézus Krisztusnak milyen aggodalmat kiváltó problémái lehettek. Ne felejtsük el, hogy Jézus Krisztus 40 napi bőjt után személyesen nézett szembe a kísértővel.
ilyen próbatételnek nem sokan voltunk kitéve. Egy másik rendkívül nehéz megpróbáltatása Jézus Krisztusnak az volt, amelyet a Getsemáni kertben kellett kiállnia, amikor effektíven magára vette a világ bűneit, és azt mondta, ha lehetséges, múljék el. Ilyen szenvedést, ilyen terhet nem vett magára senki azelőtt sem, és azóta sem. És aztán az Úr Jézus eljutott a mélypontra, amikor azt mondta, én Istenem, miért hagytál el engemet? Azt hiszem, hogy ha elhangzott sok miért, a föld történelme során, amelyet a szenvedés kicsalt az emberből, mindközül ez a legmélyebb és a legfájdalmasabb, én Istenem, miért hagytál el engemet? Jézus ezt mind átélte. És azt mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Na jó, mondhatná valaki, jó, hiszünk, hozunk egy elméleti döntést, és akkor ez mit változtat meg? Jézusban hinni nem egy elméleti döntés, hanem egy gyakorlatra kiható változás az életünkben. És miért kell hinnünk Jézus Krisztusban? Erre sok okot fel lehetne hozni, de a második és a harmadik vers ad egy nagyon célszerű, nagyon biztos okot, amikor azt mondja, Jézus szavait idézzük, az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. Jézus Krisztus tesz valamit azért, hogy örök sorsunk biztosítva legyen. Sok ember nem tesz a mások sorsáért semmit. És ez az, amit meg kell például ezekben a járvány sújtotta időkben értenünk, hogy mennyire fontos a közösség, mennyire fontos az, hogy egymás között élünk, mellettünk is vannak emberek. Próbáljuk őket jobban megérteni, a szükségleteiket átélni, segíteni, ahol tudunk. Sok ember nem tesz semmit, semmi jót. A saját hosszú távú sorsa érdekében egészségkárosító szokásokat, életmódot folytat. Vagy az örök sorsáról sokan nem is akarnak gondolkozni. Túl hosszú, túl messze van, túl sokba kerül. Azonban tehetünk valamit, azonban mindezek fölött a legtöbbet Jézus Krisztus teszi, amikor azt mondja, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ez nem egy, mondjuk így délibáb, amire Jézus Krisztus hivatkozik, hanem azt mondja, és ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Na, erre fogunk egy kicsit jobban odafigyelni az Úr Jézus Krisztus második eljövetelét elkészítő, azt megelőző viszonylag rövid történelmi korszakra, és tesszük ezt az események láncolatába egy újabb láncszemet fűzve, egy olyan láncszemet, amely kapcsolódik az előző igehirdetéshez és az előző igehirdetésben bemutatott jövendőléshez, és ugyanakkor tovább vezet bennünket a következő igehirdetésben elhangzó proféciai eseményeknek az irányába, hogy ezeket megértsük. Nemrégen beszéltünk arról a profétai jövendőlésről, amelynek során kibontakozott előttünk Istennek különleges kegyelmi terve az ószövetségi népe Izrael számára. Kezdve attól, hogy visszahozta őket a babiloni fogságból, és az ő gondviselése folytán megszületett Krisztus előtt 457-ben a Jeruzsálemet, annak templomát, az egész várost elrendelő okirat. Megszületett ez, és a jövendőlés szerint ettől a dátumtól kezdődően Dániel 9. fejezetében ezzel foglalkoztunk, a Jeruzsálem újraépítését elrendelő parancsolattól 490 év telik el, egészen addig, amíg elkezdődik majd a pogányokért végzett munka is. Addig Isten az ő népére összpontosított. És ennek a 490 évnek az utolsó 7 évében jelent meg a Mesiás, halt meg, és utána készítette el Isten az evangélium hirdetését a pogányok között is. Ez a jövendőlés tehát a megváltási tervnek talán az egyik legfontosabb, sőt mondhatjuk, hogy a
legfontosabb eseményére irányítja a mi figyelmünket. Előkészítette ez az időszak Jézus Krisztus megjelenését, kereszthalálát, feltámadását, és tulajdonképpen ami ezután következik, az előkészíti az Úr Jézus Krisztus első eljövetele után, amit már említettünk, a második eljövetelét, és erre fordítjuk egy kicsit a figyelmünket ma. Lapozzunk a 90. Zsoltárhoz, amelyet sokszor elolvasunk az idő múlása, az emberi élet múlandósága kapcsán. A 90. Zsoltárban, a 13. versben, miután Mózes, az Isten embere, ő írta ezt a Zsoltárt, elsírja, elpanaszolja az ember múlandóságát, a múlandó élet minden kínját és baját, a 13. versben feltesz egy kérdést, amely nagyon sok ember élet kapcsán elhangzik. Térj vissza, Uram! Meddig késel? És könyörülj a te szolgáidon! Ezzel a felkiáltással fordulunk most a Dániel könyvéhez, és felidézünk néhány eseményt annak 7. fejezetéből, amelyben egy jövendőlésben bemutatja Isten a Médo-Perzsa birodalmat, azt, ahogyan az utána levő görög birodalom ezt a birodalmat lesöpri a történelem színpadáról, majd magát a görög birodalmat is helyettesíti a világtörténelemben az úgynevezett római birodalom, és erre az időre célozva beszél egy kis szarvról, egy hatalomról, amely eleinte kicsi volt, de naggyá nőtt, és úgy olvassuk, hogy ennek a hatalomnak a törekvései, amely a római birodalom idején született meg, és léte kinyúlik a középkorba egészen a középkor végéig, a fő célkitűzése és tevékenysége lesz az, hogy Isten törvényét, az ő igéjét megváltoztassa, az időket, amelyeket Isten megszabott, és effektíve üldözze Isten népét. Azokat, akik úgy döntöttek, hogy habár kevesen vannak és kisebbségben, hűségesek maradnak az igéhez. És ez az üldözés valósult meg már az ókor vége fele, a keresztény üldözésekben, ezek tovább folytatódtak majd a középkorban, egy nagyobb hullámot kapva például a reformációt megelőzően is mindjárt azután, és folytatódtak egészen addig, ameddig ez a hatalom elveszítette erejét Krisztus után 1798-ban. Ezt is egy jövendőlés, az ideig, időkig és fél időkig tartó jövendőlés mutatja meg. Erről majd egy másik alkalommal picit bővebben szó lesz. Amikor Dániel a 7. fejezetben leírt harcot szemléli látomásban, és főleg azt a harcot, amely a földi hatalmak és a mögöttük meghúzódó, de a háttérből őket irányító gonosz, illetve Isten népe között zajlanak, és Isten üldöztetését, Isten népe üldöztetését és nyomorgatásait eredményezik. Ahogy ezt az egész harcot szemléli, Dániel az ő könyvének 8. fejezetében, a 13. versben azt mondja, és hallék egy szentet szólni, és mondja egyik szent annak, aki szól vala, meddig tart-e látomás? A mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől, s a szent hely és a sereg meddig tapostatik? Mintha Dániel saját szívében megjelendő felmerülő kérdéseknek a visszhangját hallotta volna a másik szájából, meddig üldözik Isten népét? És azt mondja a 14. vers, 2300 estvéig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Ezzel az idővel, és ennek az életünkre vonatkozó tanulságával foglalkozunk az előttünk álló rövid időben. Egyrészt ez a válasz, amit kap a kérdező ebben a látomásban, helyet és időt határoz meg, teret és időt a
tér az a szent hely, az idő pedig a 2300 este és reggel. Próbáljuk meg térben és időben behatárolni, hogy mit jelenthet ez a válasz. Nézzük meg a teret. A szent helyre vonatkozik. Milyen szent helyről van itten szó? Ugyanis akkor, amikor ez a látomás érkezett Dánielhez, amikor ő leírta ezeket, földi szent hely nem létezett. Azért, mert a jeruzsálemi templom rovokban hevert, megsemmisült. És hogyha azt mondjuk, hogy ez a földi szentély nem létezett, akkor csupán egy másik létezhet. Mózes második könyve 25. fejezetében Isten azt mondja, hogy építsetek nekem szent hajlékot, hogy ő közöttük lakozzam. És ezt hogyan kellett elkészíteni? A mennyeinek a mintájára. Például utalhatnánk itt Mózes második könyve 25. fejezetének a 40. vagy a 26. fejezet 30. verseire, ahol azt mondja, hogy pontosan ahogy láttátok, amilyen formára megmutattatott, arra a formára készítsetek el mindent. Amíg Mózes 40 napig a hegyen tartózkodott, a Sínai hegyen, Isten megmutatta ott nekik, és itten a 9. verse utalni 2. Mózes 25.9-re, megmutatta nekik, hogy milyen a mennyei szentély, hogy ennek a mintájára, ennek a beosztása, ennek a jelkép készlete segítségével készítsék el a földi szentélyt. Mindenestől úgy csináljátok, amint én megmutatom néked a hajléknak formáját és annak minden edényeinek formáját. Létezik tehát egy mennyei minta, ha tehát Dániel 8.14-ben említett szent hely idején nem létezett a földi, akkor minden bizonnyal a mennyei szentéről van szó. Az idő, 2300 este és reggel. Ez az az idő, amelyből a 9. a következő fejezet során az angyal azt mondja, hogy egy hosszabb időből leszabatott, egy rövidebb idő. 2300 napból a 490 nap, vagy 77. És akkor ugyanannak az időkulcsnak a segítségével elmondhatjuk a nap-év-elv segítségével, hogy ha az időprofécia 490 nap, Dániel 9-ben 490 valódi évet jelentett, akkor a 8. fejezet 2300 esteje és reggele, vagyis napja, profétai napja 2300 évet jelent. És minden okunk megvan azt gondolni, a 8. és a 9. fejezetek közötti összefüggések alapján, hogy úgy a 77, mint a 2300 nap ugyanabban az időpontban kezdődik, tehát Krisztus előtt 457-ben. Hogyha Krisztus előtt 457-től kiszámolunk 2300 évet, figyelembe véve azt, hogy nulla év nincs tehát, eltelik Krisztusig 456 teljes év és valamennyi a 457-ből, utána még eltelik 1843 esztendő teljes, és még egy töredék marad egészen, amíg betelik mind a 2300, akkor 1844-ig jutunk el. Ezzel az évvel kapcsolatban felmerül néhány fontos kérdés. Mi történt akkor? Miért fontos nekünk ez az év? És a 14. vers 8.14-nek még egy részére irányítanám minden kedves néző figyelmét, és aláhúznék ebből egy szót, amely segít megérteni ennek az eseménynek a jelentőségét. Azt mondja itten a Károlyi fordításnak a számunkra leginkább ismert átdolgozása, amit legtöbben használunk, hogy a 2300 este és reggel, vagyis 2300 nap után kiderül a szent hely igazsága. Ha esetleg egy szótár segítségével megnéznénk a héber igének, a kiderül az igazság igének a jelentését, vagy esetleg megnézünk más magyar fordításokat, van számos, amit használhatunk, ott van a revideált új fordítás, ott van a Szent István Társulat fordítás, a Káldi György, a Kecskeméti fordítás, ezeket mind megnézhetjük. Igénybe vettünk román nyelvű fordításokat, angol nyelvűeket is. Akkor megértjük, hogy itt egy olyan ige szerepel, amelyiket fordíthatjuk, kiderül a szent hely igazsága kifejezéssel, de régebbi szövegverziókban azt is találjuk, vagy más fordításokban, hogy megtisztítatik a szent hely.
hogyan nevezzük azt az eseményt, azt a szertartást, amely a szent hely megtisztítását eredményezte. Ezt a bibliai nyelvezetben Jom Kippurnak, vagy engesztelés napjának nevezzük, és erről Mózes 3. könyve 16. versében olvasunk többet. Ez egy olyan szertartás volt, amelynek során az egész év alatt megvallott és jelképesen szent helyre került bűnöket az áldozat, az engesztelő áldozat révén a főpap eltörölt. Ha elolvassuk a fejezetet, ott le van írva részletesen a szertartás menete is, amit érdemes tanulmányozni, hiszen gyakorlatilag jelképként a mi életünkben is elvégzett megtisztulás folyamata bontakozik ki előttünk történelmi vonatkozásban és lelki személyes vonatkozásban. A pap mielőtt hozzáfogott volna a szertartáshoz, megmosakodott és megtisztult, hozott önmagáért egy áldozatot, utána elkészítette az áldozatot, amelyet a népért hozott, bevitte a vérét a szentek szentjébe, egy évben egyszer és csak is a főpap, és ekkor lett Isten népének a bűne végleg eltörölve, minden évben, egy évre vonatkozóan, és a másik állatot, amely szintén elő volt készítve az áldozati állattal együtt, kivezették a pusztába, és ott elpusztult. Az Úr Jézus Krisztus életében is megvannak a párhuzamos mozzanatok. A pap megtisztulása jelképezte az Úr Jézus keresztségét, amely azt mondja Péter apostol, hogy a bűnök szennyének lemosása. Jézus Krisztusnak erre nem volt szüksége, mert ő bűntelen, tiszta, úgymond főpap volt, de elvégezte ezt azért, hogy ahogy ő maga mondta, minden igazságot megtartson. Utána 12 éves korában ő is elment, és áldozatot mutatott be, mint minden korabeli 12 éves fiatal fiú. Ezt követte a saját vérével megoldozott áldozat a Golgotán, majd az ő közben járása a mennyekben, de erre picit később még visszatérünk. Mi volt az engesztelési napnak a szerepe tehát Isten népének életében? A bűnök végleges eltörlése, azoknak végleges megoldása. A zsidókhoz írott levél 9. fejezet 11. verséhez lapozunk most, amelyben egy fontos igeverset találunk, ami összeköti gyakorlatilag az ószövetségi sátorban folyó engesztelési szertartásokat Jézus Krisztusnak az emberekért végzett engesztelő főpapi közben járó munkásságával. A zsidókhoz írott levél 9. fejezetében a 11-től 14-ig terjedő versek ezt mondják. Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, és nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra szentébe, örök váltságot szerezve. Mert ha a bakoknak és bikáknak vére meg a tehén hamva, tisztátalanokra hintetvén megszentel a testnek tisztaságára, mennyivel inkább Krisztusnak vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Ez az igevers különösen tömör és mély, ugyanakkor felkavaróan személyes is. Szenteljünk egy kis időt ennek az igeversnek az átgondolására. Úgy olvassuk, hogy Krisztus megjelent, mint a jövendő javaknak főpapja. Krisztus megjelent múlt időben, úgy, ahogy mondja Pál apostol máshol, például a Galácia beliekhez írott levélben, megjelent Jézus Krisztus akkor, amikor eljött az időnek teljessége, a megjövendőlt időnek teljessége. Ugye azt láttuk már, hogy Jézus Krisztus földi szolgálata, és nem csak annak a tartalma, mint események, hanem annak az ideje is meg lett jövendőlve, ugye a már idézett 77 végén. Megjelent Jézus, mint jövendő javaknak főpapja. Az ő szolgálata egy eljövendő időre szólt.
egy olyan eredményt hozott az ő szolgálata, amely az elkövetkező időket idézi, és arra mutat előre, ami lesz. Ez tehát számunkra fontosabb, ez fontos megérteni, mert tulajdonképpen Jézus Krisztus földi áldozata az ő megváltói munkájának egy olyan szakaszát készíti elő, amely a jövőre tevődött, az akkori időhöz képest, ugye az áldozat után következett az engesztelés szolgálata jóval később, és a jövendő javak pedig hosszú távon előre mutat arra is, ami majd Isten országában lesz része azoknak, akiket az ő áldozata és engesztelése megtisztít. A kettőt nem lehet egymástól elválasztani, mert az áldozat engesztelés nélkül nem vezet sehova. De ugyanakkor engesztelni se lehet áldozat nélkül. Gyakorlatilag, amikor azt mondjuk, hogy csak is Jézus keresztje, és az ő áldozata vált meg bennünket, ezzel azt mondjuk, és tulajdonképpen ebben egyesül mind a kettő, Jézus Krisztus de facto meghozta az ő engesztelő áldozatát, és amikor a mennyekben elkezdődik az engesztelés, a megtisztítás folyamata, vagy ahogy ezt nevezzük még, az a folyamat, amelynek során Isten az emberek életét megvizsgálja a mennyei könyvekben, és ennek alapján eldől, hogy ki az, aki megtisztult, ki az, aki nem, bűnvallomás és Krisztus elfogadása által, tulajdonképpen ez az a szakasz, amelynek során az Úr Jézus az ő általános értelemben meghozott áldozatát személyesen érvényesíti azok neve mellett, azok számára, akik őt elfogadják, és akkor majd fog jelenteni valamit, majd akkor fog eredményezni valamit Jézus halála személyesen. Neked is, kedves nézőm, Jézus meghalt és föláldozta magát az emberiségért, de csupán csak akkor jelent ez nekem személyes, úgymond jövendő jót, hogy idézzük az igét, ha engedem, hogy az ő áldozata engem személyesen megtisztítson, és én kifejezem az én döntésemet, hogy személyesen szeretnék vele járni. Úgy olvassuk, hogy ezt a szolgálatot, amelyet Jézus Krisztus, mint főpap, az ő áldozatának vérét bevíve, mennyi szentébe elvégez, ez nem kézzel csinált, nem e világból való sátoron keresztül végzi el, hanem a mennyei templomban. Úgy olvassuk, hogy nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által végzi el. A földi templomban az emberek bakokat, bikákat, tulkokat áldoztak föl azért, mert hát ez egy jelkép volt egyrészt, másrészt pedig tudatosulnia kellett az emberekben, az áldozatok hozatala közben, hogy ő a saját magától nem tehet semmit, valaki másnak kell megfizetnie az ő bűneinek büntetését. És itt értjük meg, hogy miért nevezzük Jézus áldozatát helyettes áldozatnak. Azt mondja az ige, hogy a bűn zsoldja a halál, amely lélek vétkezik, annak kell meghalnia. A bűnnek a büntetése, a következménye egyrészt a halál, és a fizetsége a végső ítéletkor a halál. Aki elszakad Istentől, elszakítja magát azzal a döntésével, hogy nem akar neki engedelmeskedni. Különféle ezer és egy ok lehet erre. Az elszakítja magát az élet forrásától, és ennek hosszú távon az örök létre nézve csak is egy vége lehet az, hogy a lét forrásától elszakadva megszűnik létezni. Azonban Jézus Krisztus, hogyha elfogadjuk őt, megszabadít ettől, magára veszi a mi bűneinknek a büntetését. Ahogy Ésaiás próféta a könyvében is olvassuk nagyon szépen, és amíg megtaláljuk ezt az ígét, Ésaiás könyv 53. fejezetében elmondanám azt, hogy Ésaiást nagyon sok bibliakutató az Ószövetség evangélistájának tartja, mert talán ő ír a legszebben, a legmélyebben, a legtöbbet az evangéliumok Krisztusáról, arról, aki az evangéliumi események során megvalósította azt, amit a proféták láttak és vágyakozva leírtak.
Az 53. fejezet 4. és 5. verse azt mondja, pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínosztatik Istentől. Ez volt az, amire utalva azt mondja az angyal, Gábriel angyal Dánielnek, hogy kiirtatik a Mesiás, és senki sem lesz. És ő megsebesítetett bűneinkért, meg rontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése, más fordítások szerint ára vagy fizetsége, rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Vagy ahogy mondja Pál apostol a korintusi második levél 8. fejezetének 9. versében, egy nagyon szép megfogalmazásban, mert ismeritek a mi Úrunk Jézus Krisztusnak jó téteményét, hogy gazdag lévén szegény élet érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Nem anyagi meggazdagodásról van szó, hanem Jézus Krisztus letette azt, ami neki járt volna, és felvette azt, ami a miénk volt. Azért, hogy nekünk ne legyen részünk abban, ami nekünk járna, hanem megkaphassuk azt, ami az övé, az örök létet. Jézus Krisztus ezért halt meg, és ezért folytatja az engesztelés munkáját, ezért van az, hogy miközben a mennyekben, 1844 óta a mennyei könyvek segítségével Isten mérlegre teszi a mi életünket, nekünk legyen egy közbenjárónk, aki ezt folyamodhatunk, aki ismeri gyengeségeinket, ismeri sorsunkat, ismeri körülményeinket, velünk együtt végig szenvedte. És ő az, aki hű közbenjáróként lehetőséget nyújt arra, hogy ha hozzá folyamodunk és vele szövetséget kötünk ennek érdekében, ő képviseljen bennünket a mennyei ítélőszéken. Ennek az idejét éljük 1844 óta. Ezért fontos számunkra megérteni, hogy egy olyan időben élünk, amelyben Isten sorban minden embernek az életét megvizsgálva előkészíti minden ember életének, és ezzel egy időben a világ történelemnek is a végkifejletét és a végső sorsát. Most anélkül, hogy azt mondanám, ez itt a reklám helye, ajánlom minden kedves nézőnknek, hogy a videótárban, a weboldalunk, a Kolozsvári Központi Adventista Gyülekezet videótárán keresse majd meg a Reménység proféciái című hosszabb bibliai tanulmány sorozatunkat, és abban bővebb, részletesebb magyarázattal szolgálunk mindezen kijelentésekre, időproféciákra, mit jelent az engesztelés, mit jelent ez az ítélet. Ott majd részletezzük ezeket is. Egy része ezeknek a tanulmányoknak elhangzott, és benne van a videótárban, egy másik részük pedig sorozatosan majd kerül fel, ahogyan az előadások elhangzanak. Amit viszont nekünk meg kell jegyezni az, hogy a Bibliában időproféciák előkészítették Jézus első eljövetelét, ezeken már túl vagyunk, és az ebből eredő további időproféciák, amelyek gyakorlatilag egy tőről származnak, és mind a kettőt megtaláltuk Dániel könyvében, előkészítik Jézus Krisztus második eljövetelét is. Ezért mondjuk, hogy Jézus Krisztus második eljövetelét megelőző rövid időszakban élünk. És ennek különleges jelentősége van személyesen mindannyiunk részére, mert a tudatában kell lenni annak, hogy a mi életünket mérlegre fogja tenni Isten. Ez számunkra pedig jelentse azt, hogy mi magunk, ameddig megtehetjük, tegyük mérlegre életünket, és kérjük meg Istentől azt, kérdezzük meg azt, mint ennek idején Saulus a damaszkuszi úton, mit akarsz, hogy cselekedjem. És akkor felmerül egy kérdés, ami gyakorlatilag a ma délelőtti elmélkedésünknek a végkifejlete, és ide szerettünk volna eljutni, ami személyessé teszi az üzenetet, és rámutat arra, hogy miért fontos nekünk személyesen mindez a sok profécia, mindez a sok időpont. Nézzük meg azt, hogy annak idején, ameddig
folyt az engesztelés a sátorban, az engesztelés napi ceremónia. Mi volt az, amit Isten megkívánt a szertartás közben a templom és a pitvar, a templom udvara körül álló sokaságtól, az emberektől, akikért végezte bent a templom a szertartást? Mózes harmadik könyve 23. fejezetéhez lapozunk, ahol a 29. versben azt mondja, mert ha valaki ezt az engesztelés napi ceremóniáról mondja, Mózes harmadik könyve 23. fejezet 29. vers, mert ha valaki nem sanyargatja meg magát ezen a napon, írtassék ki az ő népe közül. És a 32. vers, ünnepek ünnepez nektek, sanyargassátok meg azért magatokat. Mit jelent az az önsanyargatás? Semmi esetre sem azt, hogy az ember megkínozza valamilyen testi gyötrelmet okoz magának, vagy lelki gyötrelmet azért, hogy a reánk dühöngő, irántunk bosszúvágyot tápláló Isten látva a mi szenvedésünket meghatodjon és elengedje a büntetést. Isten nem ilyen Isten. Isten nem leli örömét sem a szenvedésben, Isten nem leli örömét sem a bűnös halálában, ezt sokszor elmondta az igében szó szerint, nem örül a bűnös halálának. A szenvedéseket illetően is pedig Isten ugyanaz, mint az újszövetségi időben együtt szenvedett az emberrel, ott volt a tüzes kemencében, ő is a lángok között, a három ifjúval. És amikor eljött az időnek teljessége, fájdalmainkat hordozta és betegségeinket viselte. Mit jelent tehát az önsanyargatás? Lehet, hogy ez a szó manapság már ódivatú, nehezen érthető, de az értelme az, hogy az ember végezzen önvizsgálatot, mérlegelje az ő életét, mérje fel azt, hogy valós esetben nem a saját szubjektív becslései szerint, hanem Isten igényének a fényében hol áll ahhoz képest, amit Isten mint mércét, mint kívánalmakat elénk állított. Ezt kellett a népnek elvégeznie, mert ameddig valaki a nép soraiban nem bánta meg, és nem vallotta meg Istennek mindazt, ami az életében folt volt és szenny, egészen addig a napig, amíg vége volt az engesztelési szertartásnak, az egész egyéves ciklusnak, az hiába számított arra, hogy a főpap odabent közben jár. Mert a közbenjárás reánézve nem volt érvényes. Nem azért, mert Isten személyválogató vagy egyeseket ki akar seperni az ő kegyelméből, az ő jó indulatából, hanem azért, mert Isten csak azoknak bocsáthat meg, akik ezt kérik. Isten ezzel válaszol a bűnbánatunkra, a bűntudatunkra, ezzel oldja fel és ezzel szabadít fel bennünket a bűntudat alól. Aki ezt nem kéri, annak nem adhatja meg Isten, mert ezzel az ő szabad akaratát, az ő döntését sértené meg. Éppen ezért az ideje, az engesztelés ideje most van. A mennyben az ítélet hirdetést előkészítendő Isten vizsgálatot folytat. A lehető legigazságosabb és legjóindulatúbb vizsgálatot, amit valaha lefolytattak a világtörténelemben. Annyira jó indulat ez a vizsgálat, hogy a pozitív végkifejlet érdekében, a pozitív ítélet hirdetés érdekében Jézus Krisztus az ő életével fizetett. Éppen ezért nem múlhat el ez az idő nyomtalanul a mi életünk, hanem el kell gondolkoznunk azon, mit tehetünk, hogyan rendezhetjük életünket azért, hogy a János első levelében megígért hű és igaz megbocsátásnak mi is a részei legyünk. Azt mondja János az ő első levele első fejezetének 9. versében, hogyha megvalljuk bűneinket, Isten hű és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson. Erre óriási szükségünk van. Mert amennyiben Isten nem bocsátott meg és nem tisztított meg válaszképpen a mi kéréseinkre, az engesztelés során nem tud Isten semmi olyat felmutatni, amire válaszképpen az ő fiának vérével eltörölhetni a bűneinket. Ez olyan, mint a szennyes ruha. Csak azért cserélik le tisztára, aki ezt kéri, aki ragaszkodik a régihez, az a régivel marad. Ezért fontos megérteni, hogy milyen időket élünk. Mit jelent a
megtérés különlegesen a történelemnek ebben a kontextusában. És két igével szeretném ezt megválaszolni, amelyek végül meghúzzák a vonalat a végső következtetésekre nézve. Márk evangéliumában az első fejezet 15. versében úgy olvassuk, hogy miután az Úr Jézus Krisztus megkeresztelkedett, elkezdte az ő nyilvános munkásságát, és miután visszatért a pusztából, tehát volt előbb a keresztség, utána a pusztai megkísértés, utána kezdte el az ő nyilvános szolgálatát, az ő első igehirdetése, amelyet Márk evangéliuma lejegyez, tömör, velős, és benne van minden, amit most tudnunk és értenünk kell. Azt mondja Márk 1.15-ben. Betölt az idő. Elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Mit jelentett ez akkor, és mit jelent ma? Hát az eddig elmondott mai és múlt heti proféciák és azoknak magyarázata során sok mindent megértettünk és tudunk már. Éppen ezért nem hangzik újszerűen, amit mondok. Betelt az idő, Jézus Krisztus keresztségét követően pontosan utalt arra, hogy a 490 éves proféciában, amiről olvastunk Dániel 9-ben, az abban megjövendőlt mesiás felkenetése, gyakorlatban az Úr Jézus Krisztus keresztsége, amikor a Szentlélek leszállt és az ő pecsétjét ráhelyezte az ő földi munkásságára, megtörtént. Tehát a mesiás fellépésének az ideje betelt, elközelített az Istennek országa, az a kegyelmi ország, amelybe Jézus elkezdte hívni az embereket, hogy lépjenek be, fogadják el a meghívást, és legyenek tagjai a kegyelem országának, annak a közösségnek, amelynek tagja lehet mindenki, aki ezt a hívást elfogadja. Kegyelem által, és akik ebben az országban mindvégig kitartanak, és annak elveit, amelyeket Isten igéje lefektet, megtartják. Ezzel elismerik, hogy állampolgárai a kegyelem országának. Ezeknek fogja megadni Isten a dicsőség országát, amikor eljön az ő angyalaival. Betelt tehát a mesiás ideje, elközelített a kegyelem országa, térjetek meg! Vissza kell térni arról az útról, amelybe süllyedt az akkori egyébként mesiás váró nép. Várták a mesiást, csak nem olyat, amilyen jött egy földi, egy politikai mesiást vártak, aki elhozza a békét, a jólétet, és nem törődik azzal, hogy milyenek vagyunk, aki előtt nem számít, hogy mit csináltunk, úgyis csak csupa jót ad. És ha félre is nézünk, ha félre is lépünk, ha rosszat is teszünk, ezzel e felőtt nagyvonalon szemet huny. Ők nem egy ilyen mesiást vártak, ehelyett jött egy mesiás, aki megtérésről prédikált, aki életnek megváltozásáról, és ezt nekik meg kellett érteni. És hinniük kellett az evangélium jó hírében, márpedig az akkori, arra az időre vonatkozó fő üzenet az volt, hogy Jézus Krisztus az az ember, aki közöttük jár, nem más, mint Istennek fia. Ez az ige ma egy újabb jelentéssel gazdagodik, mert most már nem csak a 490 évre mondjuk azt, hogy betelt az idő, mert azóta sok más profécia teljesedett, de ha az Úr Jézus Krisztus megváltói tevékenységére vonatkozó fő proféciákra gondolunk, akkor nem csak az Úr Jézus Krisztus áldozatát megjövendőlő profécia teljesedett be, amire utal ő is, hanem most már elmondhatjuk azt, hogy azóta beteljesedett az áldozatot, az áldozat vérét hasznosító, ha szabad ezt így mondani, vagy érvényesítő profécia, az engesztelés profécia. Elkezdődött most már nem csak az áldozat ideje, hanem az engesztelés ideje is. Betelt az idő. 1844 után már elmondhatjuk így múlt időben, és elközelített Istennek most már nem csak a kegyelmi országa, hanem elközelített az ő dicsőségének országa is. Karnyújtásnyira van. Ahogy Pál apostol a római levélben mondja, közelebb, mint amikor hívőkké lettünk. Éppen ezért folytatom az utalást Róma 13.11-re. Itt az ideje, hogy az államból felserkenjünk. Jézus is ezt mondja, térjetek meg mindannyiunknak, az életében van valami, amiből változtatni kell. Megtérni, vagy hogy a régi magyar nyelvben ez jelentette még,
visszafordulni, egy útról megfordulni és egy másik úton elindulni, azon, amelyen Jézus akar bennünket elvezetni. És hinni kell abban az evangéliumban, amely ma már sokkal többet jelent, mint akkor. Nem csak azt, hogy Jézus Krisztus Isten fia, hanem azt is, hogy hamarosan eljön, hogy magához vegyen bennünket. A másik ige, amelyre utaltam, Tituszhoz írott levélben található, a második fejezet 11. versétől kezdődően, amely nagyon szépen rámutat arra, hogy milyen irányba kell haladnunk ezekben az időkben. A Tituszhoz írott más levél második fejezetében a 11. vers elmondja azt, amiről eddig beszéltünk. És ez érvényes Jézus Krisztus első eljövetelére, amikor meghozta az áldozatot, érvényes az ő engesztelési munkájára, amely érvényesíti az áldozati vérnek az erejét, és hat utal az Úr Jézus Krisztus második eljövetelére is. Azt mondja Titus 2:11-14. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, akkor is, ma is, minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget, a világi kívánságokat mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világban, akkor nem várhatott Izrael nép egy olyan messiást, aki szemet húgy az ő praktikáik fölött, és ma sem várhatunk egy ilyet, mert azt kéri, hogy mértékletesen, igazán szentül éljünk a jelen való világon, várva a ma boldog reménységet és a nagy Istennek, és megtartva Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Elközelített a mennyeknek országa, idézzük Jézus Krisztust. Majd folytatom a Tituszhoz írott levéllel. Aki adta önmagát mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kivált képen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Jézus az életével fizetett azért, hogy meglegyen ez a lehetőségünk, hogy megtisztítsa a múltunkat, hogy újat kezdhessünk, azért, hogy megváltson, hogy győzelmet adjon a gyengeségek, a függőségek, a jellemhibák fölött, és megtisztítson, hogy tisztán mehessünk be az ő országába. Ez a legjobb hír, amit eddig hallottunk, amit eddig hallhattunk egyáltalán. Ne felejtsük tehát el, a bibliai proféciák megjövendölték Jézus első eljövetelét, az azt előkészítő eseményeket, és akinek volt füle, aki elhitte, aki várta, az felismerte. És meglátták, hogy hogyan teljesedett az Úr Jézus Krisztus földi első eljövetelét megjövendölő, az ő áldozatára előmutató jövendölés. Ugyanígy az Úr Jézus Krisztus megváltói munkásságára, az ő engesztelő főpapi szolgálatára is mutatott ugyanabból a gyökérből leágazó másik jövendölés. Ez is beteljesedett. És akiknek van füle, akik elfogadják, akik hallják, azok ezt hallva készülnek az ő második eljövetelére is. Azért imádkozunk, hogy ezek az igék bennünk is elindítsák, és ha már elindult fel, gyorsítsák, és ha már haladunk ezen az úton, akkor a véghez el is vezessék bennünk a felkészülésnek ezt a folyamatát. Imádkozzunk! Szeretetben, kegyelemben, gazdag mennyei jó atyánk, megköszönjük neked ezeket a kijelentéseket, amelyek rámutatnak arra, hogy mi mindent tett az Úr Jézus Krisztus érettünk. Kérünk, segíts, hogy ezen jövendőlések által is megértsük, hogy a történelemben ezeknek az eseményeknek konkrét helye, időpontokhoz köthető helye van, és ezen időpontok sorában a mi életünk is ott van, a történelemnek az Úr Jézus Krisztus második eljövetelét megelőző rövid időszakában. Kérünk, serkentsed a mi gondolkozásunkat, ébreszed a mi alvó lelkünket, hogy ráébredve az eseményeknek gyorsulására, egyre gyorsuló rohanására, elfogadjuk a hívást, és tárjuk Isten elé a mi eddigi életünket, kérve az ő fiának, Jézusnak megtisztító vérét, és ugyanakkor bízzuk a mi sorsunkat a velejárással, az ő vére általi megtisztulással, a közben járó Úr Jézus Krisztusra, hogy amikor a mennyei vizsgálatnál a mi nevünk is sorra kerül, akkor Jézus Krisztus tudjon rámutatni a mi bűnbánatunkra,
ami bocsánat kérésünkre, és elmondhassa azt, hogy mindezektől Jézus vére által megtisztít. Kérünk, hogy minden kedves nézőt és hallgatót indítsál az Úr Jézus Krisztus második eljövetele iránti vágyra, arra, hogy vágyjunk vele találkozni, és ezzel együtt indítsál bennünket arra is, hogy erre felkészüljünk. Ehhez kérlek, adj mindenkinek lendületet, segítséget és áldott befejezést. Jézus nevében kértük ezt. Amen. Köszönjük, hogy velünk tartottak, reméljük, hogy az ige áldásos volt és áldott gyümölcsöket terem mindannyiunk életében. Várjuk Önöket sok szeretettel a következő ige hirdetésünk alkalmából is, amelyet weboldalunkon hirdetünk meg. A Jóisten áldja meg Önöket a viszontlátásra.